Rendben. Elmentem nem régiben. Persze, amit most látnak, korán sem efféle funkciójú hely, hanem egy családi ház. Helyesebben, amint hamarosan megtudják, egy igazi otthon. S hogy mi köze a két helyszínnek egymáshoz? Megláttam valamit. Igazából valakit. Magabiztosság sugárzott lényéből pedig. Szerettem volna megtudni, honnan van és mi ez az erő. Nos, íme az otthoni beszélgetés. Hát én fa tárgyak a készítésével foglalkozom. Asztalos a szakmám, ezt tovább képeztem fajszterilizálással és egy kis faforagással, és ezáltal kerültem én a kiállításra, tavaszi vásárra. 68 óta, mint butorasztalos és éperasztalos dolgoztam, csak 84-ben, egy baleset folytán lerokkantam, és azóta itthon dolgozom, mint kisiparos. Az 8 órában most is ledolgozom, de általában 10-et dolgozom a műhelybe. Ez a betegség, ez teljesen megváltoztat az ember életét, szinte újra kellett kezdeni az életét. Mert más, tiszta más felállás. Először is le kellett küzdeni azt, hogy élni akar az ember, és a drámát belül, és ezt az ember föl tudja dolgozni, és reményt nem adja föl, és távlati célokat ki tud magának tűzni, akkor túl tudja tenni magán ezen az állapoton. Lényegében az állapot nem is betegség. Szóval hatalmas erő kell hozzá, és nem szabad az italhoz fordulni, meg ilyen kábítószerekhez, hanem tiszta fejjel át kell gondolni, hogy mit lehet csinálni. Persze ez kell családi háttér is. Egyáltalán nagyon nehéz. Nincs tolerancia képesség az embereknek, és úgy megnézik az embert, és ez feszélyezi még. Igen, úgy érzi, hogy önt sokan nézik, amikor kimegy az utcára? Hát van, aki visszafordul itt is, ha kiállok a hidra, van, aki kocsiból visszafordul. Szoktam is mondani, hogy ne nézzetek vissza, úgy jártok mindig. Zavarja? De nem, különösebben, ma még szoktam. Először zavar, de most már nem. Egyetlen egy, ami nagyon zavar. A kocsival ugye mi trabantikom, hogy közlekedem, vagy valahol beállok. Sokszor vannak, most nem nézik meg, nem győződik meg róla az illető, hogy az miért állt oda, vagy miért. Ha nem tudja problémát megoldani másképp, csak vagy közel kell állni az üzletajtóhoz, vagy stb. És akkor kiabál mindenféle szép magyar szavakat ki az embernek, hogy győződött volna meg róla, hogy miért állott az illető. Úgy gondolom, lehet, hogy nincsen igazam, hogy miután ön itthon van állandóan, lehet, hogy sokkal több ideje van arra, hogy gondolkozzon azon, hogy szépeket csináljon, nem? Hát az az igazság, az embernek ötletei vannak, azt megtartja, hogyha olyan ötletei jönnek a fejbe, hogy esetleg miért kell így dolgozni, vagy ilyen állapotban, azt megpróbálom kiiktatni a gondolkodásmódon. Mert nagyon nehéz egyébként, de egy külön tudomány, hogy ne gondolja az ember saját problémájára, és ez a kreatív alkotó munkával egy kicsit elterelni a gondolatokat az állapotról. Milyen álmai voltak, tudná erről mesélni? Az álom az olyan, hogy még a mai napig is épp vagyok. Sose álmodtam így, hogy tolókocsiba vagyok. Az álom az mindig olyan, hogy megyek, rengeteget megyek. Tehát lehet, hogy azért van az állam, mert az ember csak szeretne menni. Nem tudom, hogy... Talán az államok egyformák. Tervek vannak, tervezünk. Hát az ember családját szeretné az ember fölnevelni, kitanítani a gyerekeket, egy szokmát adni nekik, és meg tovább tanulni. Talán távlati tervek ezek. Egyelőre, utána majd folytatjuk. És az autó? Én nem merem megkérdezni. Félek, hogy fáj neki, amiatt, ami 8 éve történt, egészséges sofőrként. A baleset. De ő húzza elő, hisz ez az álom megvalósítható. Újat vásárol, hogy elférjen benne az erő, a család és a fapolc. Kedves